A válság és lehetőség témakörével kapcsolatban öt dolgot szeretnék mondani, megpróbálni felvázolni. Éppen ma délután egy bizonyos feladathoz meg kellett volna keresnem egy tekintélyes lelkiségi szerzőnek egy könyvét, akit Korona Bambernek hívnak, és bármennyi elfelejtettem, sajnos az, hogy az egyik könyvét mikor adták ki, és megpróbáltam az interneten megkeresni, hogy Korona Bamberg egy bizonyos könyve mikor jelent meg, és borzasztó nehéz volt megtalálni ezt az amúgy nagyon tekintélyes szerzőt, mert bárhogyan is próbáltam keresni, mindig a bambergi koronavírus adatokat jelentette meg előttem az internet. Korona Bamberg valahol eltűnt a koronaválságnak a sűrűjében, lehetetlen volt őt megtalálni, mindig csak az aktuális járvány adatokkal találkozott az ember. És már maga ez a nagyon banális, nagyon hétköznapi, nagyon egyszerű hát esemény is azt idézte az emlékezetemben, hogy hát magával a válság helyzete és a válság jelenségével milyen sokféleképpen találkozhat az ember. Az első, amit mondani szeretnék, az egy nehézség a válság fogalmával és a válság jelenségével kapcsolatban. Úgy tűnhet, hogy legkésőbb a II. Világháború után a válság kifejezés és a válság problematikája túlságosan gyakran, szinte állandó jelleggel van jelen, legalábbis az európai retorikában. A válság emlegetése, a válságoknak az emlegetése annyira hozzátartozott az elmúlt évtizedeknek a történéseihez, hogy szinte elképzelhetetlen ennélkül egy-egy évnek a lefolyása. Ha az ember csak az elmúlt néhány évtizednek az eseményére gondol, a kubai rakétaválságtól kezdve a hidegháborús válságon keresztül, a hidegháború végével bekövetkező új identitásválságon át, az iraki háború válságáig, a 2008-as gazdasági válságig bezárólag, állandóan válságokkal találkozunk, állandóan válságok vannak emlegetve, és ez mintha kétféle hatást gyakorolna az emberre. Egyrészt igény van az újabb és újabb válságok megismerésére. Ha nem hallanánk valamilyen válságról egy-egy évben, szintelennek, szürkének, eseménynek tűnhetne az adott évnek a lefolyása. Ezzel a fajta igénnyel, a válság iránti igénnyel párhuzamosan pedig természetesen egy nagyfokú érzéketlenség is kialakul a válságokkal szemben, hogyha az ember túl gyakran szembesül azzal, nehézségek, problémák, megoldásra váló feladatok adódnak, akkor egy idő után ez elviselhetetlenné válik, feldolgozhatatlanná válik, és az egymást követő válságoknak a nagy száma egy sajátos érzéketlenséget eredményez. Válságok, egymást követő válságok nagy száma talán abban is megnyilvánul, hogy mérhetetlen indulat ébred az emberekben, amikor újabb és újabb válságokkal találkoznak az egymást követő évek folyamán, mert sokszor az lehet a benyomásunk, hogy a nagy válságok, a nagy válságnak beállított nagy eseményekkel kapcsolatban tehetetlenek vagyunk. Nincsen lehetőségünk arra, hogy az eseményeket befolyásoljuk, hogy hatással legyünk az eseményekre, hogy megváltoztassuk őket. Ki tudta az iraki háború lefolyását vajon megváltoztatni? Kinek volt lehetősége arra, én legalábbis nem tartozom közéjük, akik a 2008-as gazdasági válság lefolyásába beleszólni tudtak volna? Az állandó válság termelés és a befolyás gyakorlás hiánya olyan fajta indulatokat gerjeszthet, amelyek ebből a sajátos tehetetlenségből fakadnak, és a válságoknak a kezelését még egy nagyon különleges indexel ellátják, az indulatoknak, a tehetetlenségből fakadó indulatoknak az indexével. Éppen ezért az ember óvatos is, és szkeptikus is valamelyest, hogyha a válság kifejezés egyáltalán elhangzik, és hogyha a válság témája egyáltalán szóba kerül, hiszen úgy tűnik, hogy egy nagyon nehezen használható kifejezéssel van dolgunk, ami valami rendkívülit, ami különlegest van hivatva jelölni, de olyan sok rendkívüli, olyan sok különleges esemény lép elénk, hogy elbizonytalanodunk azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán nevezhető még válságnak, különlegesnek, rendkívülinek valami olyasmi, ami állandóan csak föllép a szemünk előtt. Ráadásul vannak pontszerű válságok, és vannak állandó válságok. Újra és újra egymást követik a különböző válságok a számunkra ismert történelmi folyamatban. Az említettem az előbb is néhány ilyen példát, miközben vannak állandó válságok. Állandó humanitárius válságokkal számolunk az emberiségnek az újkori történetében, betegségekkel, éhínséggel,
az oktatás alacsony színvonalával kapcsolatos válságokkal. Évente 10 millió gyermek hal meg feltehetően olyan betegségekben, amelyek megelőzhetők lettek volna, vagy alultápláltságnak a következtében. Ezek állandó, folyamatos válságot jelennek, és az embernek a tehetetlenségét még inkább fokozzák. Ha valaki a maga normális, vagy többé-kevésbé normális életét próbálja élni, ami már önmagában egy óriási feladatot jelent, mit tud kezdeni 10 millió gyermekkel, aki azért olyan okokból hal meg, amelyeknek nem lenne szabad létezni. Nem tudom, 10 millió 365-tel elosztva az pontosan mennyi, de ez naponta nagyon-nagyon magas szám. Mit lehet ezzel kezdeni a permanens válságokkal, amelyek hát ismét csak valamiféle nagyon különös fásultságot és tehetetlenséget eredményeznek az ember számára. A második kérdés, amely fölmerült bennem, az, hogy létezhet-e egyáltalán válságmentes állapot? Elképzelhető-e, kívánatos-e, vagy konstruálható-e egy olyan történelmi helyzet, amely teljesen válságmentes lenne. El tudjuk-e képzelni azt, hogy egy olyan történelmi szituáció, egy olyan társadalmi helyzet alakul ki, amely teljességgel mentes mindenfajta válság tényezőtől. El tudjuk-e képzelni azt, hogy nehézségek, problémák, megoldásra váró feladatok, ilyen-olyan krízisek nélküli helyzet alakul ki az emberiségnek a történetében. El tudjuk-e képzelni azt, hogy az összes problémát, amelyel most szembenézünk, valamiképpen meg tudjuk oldani. Egyáltalán elképzelhetőnek tűnik-e ilyesmi, és én azt gondolom, hogy nem tűnik elképzelhetőnek. Hogyha az összes problémát megoldanánk, az összes nehézséget leküzdenénk, az összes válságot megoldanánk, amelyen szembe találjuk magunkat, akkor könnyen lehet, hogy véget érne maga a történelem. Valamiképpen a történelemnek a dinamikáját, valamiképpen az emberiség életének a dinamikáját az is biztosítja, hogy állandóan megoldásra váró nehézségekkel találjuk szembe magunkat. Ha ilyenek nem lennének, akkor egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy mi történne, mitől haladna egyáltalán tovább a történelemnek a folyamata. Hogyha valaki számára kívánatos az az állapot, amelyet mondjuk egy balatoni nyaralás során, ebéd után a parton lehet látni, ahol teli hassal a melegben alszanak az emberek maga tehetetlenül, valamiféle ilyen képet tudnék vizionálni, akkor hogyha egy válságmentes emberi állapotot próbálnék elképzelni magam elé. Karl Rahner az egyik, közelmúltnak az egyik nagy teológus, ráadásul azt mondta, hogy ha az összes problémát megoldanánk, emberi problémát, amelyet meg tudunk nevezni, az összes olyan társadalmi nehézségre gyógyírt találnánk, amelyekkel a nyilvánosság tele van, és amelyek a nyilvánosságba szóba kerülnek, akkor is mi csak az emberiség problémáinak legfeljebb a felét oldanánk meg. Ha nem lenne éhínség, nem lennének betegségek, mindenki művelt és jól oktatott és jól képzetlen, ha nem lennének egyenlőtlenségek, ha nem lenne diszkrimináció, ha igazságosság érvényesülne az egyes országokon belül és az egyes országok között is, akkor is az emberiség problémáinak legfeljebb a felével tudnánk megbirkózni. Problémát és nehézséget jelentene, és megoldásra váró és válaszra váró kérdést jelentene a halandóságunk, a végességünk, az emberi életállapotunkból fakadó számtalan nyomorúságunk, a tudatlanságunk, bölcsességünk hiánya, és még sorolhatnám azokat a tényezőket, amelyekkel a kereszténység szembesít bennünket. Ha az összes társadalmi problémára megoldást találnánk, amelyekkel állandóan foglalkozunk, az életünk legalább fele mértékben akkor is megoldatlan maradna. Ha látszólag egy kényelmes, válságmentes állapot elő is állna, a nagy, egzisztenciális emberi válságok akkor is ott lennének előttünk. És hát ha a kereszténységet említjük, vagy a kereszténységet is szóba hozzuk, akkor nyugodtan gondolhatunk harmadsorban arra is, hogy maga a kereszténység is egy válságesemény. Maga a kereszténység is egy válság jelenség az emberiségnek a történetében. Jézus Krisztusnak a keresztje, és Jézus Krisztusnak az egész földi élete, amely a kereszténységnek az alapja, és a kereszténységnek a soha meg nem szűnő forrása, az maga egy válságesemény. Jézus maga arról beszél az Új Szövetségben, az evangéliumokban, és ezeket gyakran halljuk, ezeket a mondatait, hogy az ő létével, az ő megjelenésével, az ő világbeli jelenlétével válság történik a Földön,
a válság bibliai értelmében véve krízis történik, ítélet történik. Krisztus maga Isten ítélete az emberiség fölött és a világ állapota fölött, és az egész kereszténység, amelyben mi is benne vagyunk, vagy benne próbálunk lenni, ebből a válság eseményből fakad. A kereszténységnek az a különlegessége, sok más különlegessége mellett, hogy ez a válság nem kegyetlen válság. Isten nem úgy ítéli meg az emberiséget, hogy kegyetlenül elbánik vele, nem úgy hoz ítéletet a világnak a történetébe, hogy erőszakosan leszámol vele, hanem úgy ítéli meg a világot, hogy hagyja, hogy a világnak a kegyetlensége és a világnak a becstelensége és a világnak az aljassága, az látszólag agyonnyomja őt. A kereszt az az esemény, amelyben a világnak az aljassága látszólag elpusztítja Istent, ez Isten ítélete a világ fölött. De csak látszólag pusztítja el, csak látszólag nyomja el. A keresztnek az ítélete az természetesen Istennek, a győzelmének az előszobája, a feltámadásnak a visszája. A válság, a krízis az új szövetség értelmében Isten ítéletét jelenti, Istennek az ítélete pedig nem más, mint a valóságra vonatkozó isteni nézőpont. Ahogyan Isten látja a világot, ahogyan Isten viszonyul a világhoz, az Istennek az ítélete. Jézus Krisztus keresztjében kiderült az, és láthatóvá vált az, hogy Isten hogyan viszonyul a világhoz. Hogy mit gondol a világról, és mit akar a világgal. Istennek az ítélete, a válsága valósult meg itt, és ez egészen más, mint amit mi hajlandóak lennénk a saját fejünkből elképzelni. Ez az isteni ítélet, ez az isteni válság, ez külön választást jelent. Az új szövetségben is számtalan helyen hallunk külön választásról. Jobbra kerülnek az ilyen állatok, balra az ilyen állatok, ketten vannak a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat nem veszik föl. A király jobbjára állítja azokat, akik így viselkedtek, és baljára állítja azokat, akik meg úgy viselkedtek. Az ítélet, a válság az új szövetségben külön választást jelent. És ez a külön választás, ez folyamatosan végighalad a kereszténységnek a történetében is. Folyamatos isteni ítéletek zajlanak a kereszténység történetében. Folyamatosan megmutatkozik az, hogy Isten nézőpontjából tekintve mi az, ami helyesnek, és mi az, ami helytelennek mutatkozik. A valósággal kapcsolatos isteni nézőpont az maga Istennek az ítélete, amely újra és újra kiderül történetnek a folyamatában. De nem csak ilyen elvont teológiai értelemben, hanem az egyháznak a konkrét, tényleges hétköznapjaiban, ha szabad ilyet mondanom, folyamatosan válságok történnek, és ezekre a válságokra van egy intézményes megoldási formánk, ezeket nevezzük egyetemes zsinatoknak. Egyetemes zsinatokat azért hívtak össze az egyház története során számtalan alkalommal, mert válságos időszakok voltak, válságos helyzetek alakultak ki, dönteni kellett alapvető helyzetekben, amelyek megosztották a keresztény közösséget. Hogy Krisztus egylényegű az atyával vagy nem, ezt el kellett dönteni, mert ezzel kapcsolatban válságos helyzet alakult ki a IV. Században. Hogy képeket szabad-e tisztelni a kereszténységben vagy sem, ez egy válságos helyzet volt, amelyet egyszerűen el kellett dönteni a 8. században. Hogy mit mondhatunk a megigazulásról, a szentségekről, mit mondhatunk magáról az egyházról, azzal kapcsolatban a válság alakult ki a 16. században, ezt meg kellett oldani. A pápaság válságával valamit kezdeni kellett a 19. században, és aztán a kereszténység egész világbeli létezése akkora válságba került a 20. század második felében, hogy a II. Vatikáni zsinaton erre a válságra valamilyen megoldást kellett adni. A zsinatok, az egyetemes zsinatok, az egyház válság megoldási intézményei és szervei, amelyek azzal az érdekes jelenséggel szembesítenek bennünket, hogy bizonyos kérdésekre megoldást adnak, miközben felvetnek számtalan újabb és újabb megoldásra váró kérdéseket. Egyik zsinat sem zárult le úgy, hogy minden problémára kimerítő megoldást adtunk volna, hanem a történelem folyamán újabb és újabb nehézségekkel újra is szembesülve, újra és újra meg kellett próbálni átgondolni az egész kereszténységet.
minden egyes egyetemes zsinat arra tett kísérlet, hogy az egész kereszténységet egy bizonyos nézőpontból, egy bizonyos kritikus, válságszerű nézőpontból átgondoljuk, és mindig kiderül, hogy ez nem lehetséges. Az egészet egyetlen nézőpontból sem lehet kimerítően átgondolni. És ezért bizonyos problémákat megoldunk, másokat pedig viszünk tovább, vagy fel is vetünk akár, és ezért újabb zsinatok esedékesek. Nagyon sokan vannak most, akik egy harmadik egyetemes zsinatot várnak a katolikus egyháztól. Azt hiszem, hogy őket ki kell ábrándítanunk, hogy ebben a században ez nem valószínű. Tehát, hogy maga a kereszténység egy válság eseményből, Isten igazságának a megmutatkozásából és Isten ítéletéből fakad, amelynek aztán az egyetemes zsinatok bizonyos szempontból az intézményesült szervei és hivatalai. A negyedik dolog, amit mondani szeretnék, az azzal függ össze, hogy a kereszténység, mint válság esemény, mint ítélet esemény, ez az egyéni életnek a történéseiben és az egyéni élet folyamataiban is jelentkezik. És az egyéni keresztény életnek is vannak válságai. És azt hiszem, hogy ha az egyéni keresztény életben válságok jelentkeznek valakinél, akkor remélheti azt, hogy Isten meg akarja menteni őt. Akinek annak a keresztény embernek az életében, akinek nincsenek válságok a szeme előtt, aki nem kényszerül arra, hogy válságokkal szembesüljön, az ilyen ember életében joggal merülhet fel a gyanú azzal kapcsolatban, hogy Isten vajon meg akarja menteni őt. Az egyéni válságok azok sokszor Isten jó indulatának a jelei, amelyek azt tükrözik, hogy az embert ki akarja menteni és ki akarja emelni abból a hamis, illuzórikus, kényelmes állapotból, amelybe hajlandó belefészkelni magát. Az egyéni keresztény élet válságai azok nélkülözhetetlenek a keresztény érettséghez, és a lelki életnek a mesterei, a keresztény lelki életnek a keresztény mesterei sokszor fel is hívják a figyelmünket arra, hogy a válságokat, a kritikus időszakokat, a szenvedést, azt ne kétségbeeséssel és ne reménytelenséggel fogadjuk, hanem merjük vállalni azt az ismeretlent, amely egy-egy válságos időszakban tárul fel előttünk. Minden válság az egyéni élet terében azzal jár, hogy valamiféle ismeretlen tárul fel az ember előtt, valamiféle ismeretlen lehetőség, vagy ismeretlen út, amely kiszámíthatatlan, előre nem látható, homályos, bizonytalan. A kérdés mindig az, hogy az ismeretlent hajlandó-e vállalni az ember egy ilyen válsághelyzetben. És a keresztény lelkiségnek a mesterei arra figyelmeztetik az embert, hogy az ismeretlent vállalni kell. Az ismeretlen, a kritikus ismeretlen vállalásának a készsége, az a keresztény növekedésnek a kulcsa is lehet. Aki éppen benne van egy nehéz helyzetben, annak persze nehéz ilyet mondani. Aki éppen benne van egy nehéz helyzetben, annak abba kell segíteni, hogy kibírja, hogy túlélje, hogy ne menjen tönkre, ne temessen maga alá, ne essen kétségbe, és ne forduljon akár maga ellen. De akiben megmarad egy kicsi józanész és egy kicsi józanság, a legkritikusabb válságok közepette is, azt viszont időnként lehet figyelmeztetni arra is, hogy az ismeretlennek a megjelenése és az ismeretlen vállalásának a feladata az egyik legértelmesebb dolog, amivel szembesülhetünk az életünk folyamán. Az ötödik dolog, amiről végül még röviden szeretnék néhány szempontot megemlíteni, az a jelenlegi helyzet, hogy a koronavírus hatására kialakult válsághelyzet, amelyet már csak koronaválságként emlegetünk általában. A napokban jelent meg egy könyv, a Koronaválság és a kereszténység címmel, amelyhez Ferenc pápa írt egy előszót, és tekintélyes teológusok fejtik ki a véleményüket arról, hogy a koronaválság milyen hatással van magára a kereszténységre, nem csak európai, hanem világszinten és globális összefüggésben is. És már eleve azt megfigyelni nagyon érdekes, hogy erre a jelenlegi vírus helyzetre és betegségválságra milyen típusú válaszok és milyen típusú felvetések érkeznek a keresztény egyházaknak a részéről. Ettől a koronaválságtól függetlenül is persze egy olyan történelmi időszakban vagyunk, amelyben a
keresztény egyházak, és főként a katolikus egyház, hát válságok egész sorával kénytelen szembesülni, amelyek olyan drasztikusak, élesek és elevenbe vágóak, amihez nem voltunk korábban hozzászokva. Nagyon látványos és nagyon fájdalmas válságokkal szembesültünk az elmúlt éveknek a folyamán, amelyeknek a feldolgozása még korán sem történt meg. Az ember csak arra gondol, hogy gyakorlatilag nincs már olyan lelkiségi mozgalom a katolikus egyházban, amely mentes lenne a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos válságoktól. Az ember a bárka közösségre gondol, a Légió Krisztire gondol. Ott az alapítókval kapcsolatban ugye gyalázatos dolgok történtek. Nincs olyan lelkiségi mozgalom, amelynek a vezetősége különböző országokban ne került volna gondba, csupán azért, mert kiderült egy-egy vezető tag erkölcsi szempontból elfogadhatatlan magatartása, főleg ugye a szexuális téren. Ha csak Európában körülnéz az ember, csak az elmúlt hetekben, hónapokban zajló eseményekre gondol, a Lyoni Egyházmegye 2-3-4 éve ugye romokban hever, mert kiderült az, hogy az egyik vezető tisztségviselője hogyan bánt cserkészekkel. A Kölni Egyházmegyéből érkeznek a hírek nap mint nap, ahol a visszaélésekkel kapcsolatos botrányok feldolgozása sokak szerint sok kívánnivalót hagy maga után. Elhallgatással vádolják, hogy az egyházmegyének a vezetőjét is eltussalással. Bár a Vatikán most az elmúlt napokban teljesen a pártjára állt. Ha az amerikai katolikus egyházra gondolunk, egészen biztos, hogy néhány év nem lesz elegendő ahhoz, hogy a visszaélési botrányok feldolgozását elvégezzék Amerikában. Szóval olyan mértékű, olyan magas szintű és olyan gyalázatos események történtek, amelyeknek a feldolgozása az évtizedekre, vagy akár még több időre van szükség. De Lengyelországot is nyugodtan bevehetjük ebbe a körbe, és a példák hosszasan sorolhatók. Ezek természetesen nem általános jelenségek. Szó sincs arról, hogy mindenütt állandóan ilyen szörnyűségek történnének a katolikus egyházban, de vannak kirívó esetek, szomorú, gyalázatos és szinte megbocsáthatatlan esetek, amelyek nagyon nagy mértékben magukra vonják a figyelmet. Nem kellene velük túl sokat foglalkozni, mivel nem általánosak, de annyira kirívóak és annyira szörnyűek, hogy képtelenek vagyunk nem foglalkozni velük. Ezek a válságjelenségek amúgy is foglalkoztattak bennünket az elmúlt hónapokban és években, és ezért sokan joggal állítják azt, hogy a koronavírus nyomán kialakult válság nem is önmagában érinti talán a kereszténységet, nem is önmagában fontos és önmagában jelent nehézséget, hanem azért fontos számunkra és azért lehet jelentős, mert rámutat már eleve meglévő problémákra és nehézségek. A koronaválság ebben az összefüggésben olyan lenne, mint egy katalizátor. Olyan lenne, mint egy lakmuszpapír, ami segít abban, vagy fölfokozza azt, hogy eleve meglévő problémákat jobban észrevegyünk. Mondok néhány példát ezzel kapcsolatban. Hogy milyen belső feszültségek vannak a katolikus egyházon belül, ezt mindig tudtuk. De a koronaválság hatására ezek a belső feszültségek sokkal nagyobb mértékben megmutatkoztak és kiütköztek, mint korábban. Nem vagyunk hozzászokva az, hogy a világegyház püspökei egymásnak üzengessenek különböző kérdésekben, és egymást bírálják különböző kérdésekben. A koronaválság légkörében ilyen üzengetések és ilyen nyilvános kritikák valósultak meg és váltak láthatóvá, ehhez nem vagyunk hozzászokva. Mások arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos, mivel néhány hónapig, hosszú hónapokig a templomainknak a nyilvános életét kénytelenek voltunk felfüggeszteni, ezért ebben a válságos időszakban még egyértelműbbé vált az, hogy milyen nagy figyelmet kellene szentelnünk az úgynevezett keresőknek, vagy a spirituális érdeklődésű embereknek, akik nehezen azonosulnak egy-egy nagy egyházi közösséggel, nehezen azonosulnak egyházi intézményekkel, de valamit nagyon szeretnének kezdeni az életükkel, és nem csak materiális szempontból. Milyen fontos lenne ezeket az embereket elérnünk, és ezekkel az emberekkel szót értenünk, akik most még fokozottabb mértékben elérhetővé váltak számunkra. A koronaválság rámutatott arra, hogy alapvető kérdésekben mennyire nem értünk egymással egyet. Milyen gyakran volt hallható az, hogy maga a vírus és maga a betegség Isten büntetése.
Egyesek azt mondják, hogy Isten a koronavírussal megbünteti az emberiséget. Mások azt mondták, hogy ez képtelenség, lehetetlen Istenről úgy gondolkodni, hogy ő olyas valaki lenne, aki megbünteti az embereket betegségekkel. De olyan sokan feltételezik azt, hogy Isten büntet a járvánnyal, persze csak azzal a járvánnyal, ami közel van hozzánk, mert amíg távol voltak járványok Ázsiában, meg Afrikában, addig senkit nem érdekeltek a járványok. És senkit nem érdekelt az, hogy hány ember pusztult el. De most, hogy ez közel jött hozzánk, egyből Isten büntetéséről kezdenek beszélni. Még Isten világbeli cselekvésével, ami az egyik legfontosabb kérdés a kereszténység, ezzel kapcsolatban sem értünk egyet. Azzal kapcsolatban sem, hogy Isten büntetheti az emberiséget, vagy nem. Hányszor lehetett hallani az elmúlt hónapok során, hogy aki igazán mélyen hisz Istenben, az nem fertőződhet meg a koronavírussal. De az igazi hit mentesíti az embert minden betegségtől, és aki megfertőződik, az annak adja tanújelét, hogy nem hisz eléggé Jézus Krisztusban. Ez kiderül, ilyenekkel eddig nem találkoztunk ilyen elementári szinten, de maga ez a válsághelyzet felszínre hozta ezeket az eleve meglévő lappangó feszültségeket, ellentéteket, különbözőséget a kereszténységekből, és kiderül az, hogy az egységesnek vélt kereszténységünk valójában nagyon sokféle kereszténységből tevődik össze. Egészen máshogy gondolkodik az, aki szerint hívő ember nem fertőződhet meg, és egészen máshogy gondolkodik az, aki szerint Isten bünteti az emberiséget a koronajárványjal. És hát nem is beszélve végül olyan elementáris alapvető kérdésekről, mint a liturgiához való hozzáállás, az interneten közvetített liturgiáknak a kérdése, ahol megint csak azt kell mondanom, hogy nem csak a protestáns egyházakban merültek fel egészen új jelenségek, ahol Magyarországon is és máshogy is református emberek lehetőséget kaptak arra, hogy a televízió képernyője előtt, vagy a számítógép monitorja előtt kihelyezett kenyeret és bort az élőben közvetített Isten tisztelet során úrvacsoraként szolgáltassák ki maguknak, illetve egymásnak. Erre hivatalos lehetőség van, vagy volt, Magyarországon is, máshogy is. Ennek példára a katolikus egyházban is megjelentek olyan hangok, amelyek szerint a hívek általános papsága minden laikust felhatalmaz arra, hogy a képernyő előtt elhelyezett kenyeret és a bort tényleges eukarisztiaként vegye magához. Teológia professzorok is előálltak ilyen véleményekkel, amelyekkel nagyon nehéz egyetérteni, gyakorlatilag lehetetlen egyetérteni a katolikus szentségtannak a talaján állva. De megint ez a helyzet rávilágított arra, hogy a mélyben, ki nem mondva, lappangva olyan szubkulturális közösségekben élünk, amelyek nincsenek köszönő viszonyban sem egymással. Egészen máshogy gondolkodtak, csak a válság előtt ezek a különbözőségek nem ütköztek ki olyan élesen, mint most. Az ember tehetetlen a nagy társadalmi és világválságokkal szemben, nem tudunk hozzájárulni a megoldásához, vagy az ökológiai válsághoz sem járulunk hozzá, vagy az ökológiai válság megoldásához sem járulunk hozzá, ahhoz, hogyha ünnepélyes keretek között elültetünk valahol egy fát, azzal természetesen a bolygónkkal semmi nem fog történni. Mi is megtehetjük azt nagyon bájosan, hogy a saját lehetőségeinkhez mérten óvintézkedéseket teszünk, és hasonlók, de ezzel a nagy válságjelenségek megoldásához nem fogunk hozzájárulni. Ez a tehetetlenség, amely az embert elfogja, ez a tehetetlenség nehézségeket okoz, és talán ezt a nehézséget akkor lehet részben megoldani, ha az ember megpróbálja józanul áttekinteni a helyzetet, józanul fölmérni a folyamatokat, józanul megítélni és megismerni azokat a jelenségeket, amelyek a világban adott. És ez a józanság, a józan értelemnek, a hívő józan értelemnek az érvényesítése és az ápolása talán az az egyetlen dolog, amit meg tudunk tenni a válsághelyzeteknek a megoldása. A józanságunkat és a hívő értelmünket megőrizve tudunk talán tenni valamit azért, bár ezek nem világgazdasági és világtörténelmi léptékű lépése, hogy egy ilyen válsághelyzetet, amelyben most is benne vagyunk, valahogyan kezelni tudjunk. Sajnálom, hogy ennek a józan értelemnek nem vagyok a birtokában, és mégis szólni mertem. Köszönöm szépen!